nem sok pihenőd volt, és már haza is tértél vissza az edzőterembe a junior világbajnokságról. Milyen élményekkel tértél haza? Nagyon jó élményekkel, hisz első világbajnokságon 5. Vagy az már, hogy éremért mehettem, az már egy nagyon nagy élmény számomra. Hisz nem sokan mondhatják el, hogy első világbajnokságon, vagy Európa bajnokságon már éremért mehetnek. A bronzmeccsem az nem sikerült úgy, ahogy szerettem volna, de addig szerint úgy érzem, hogy nagyon jól meneteltem. Melyik volt a legemlékezetesebb meccsed? Volt egy ilyen a menetelés során? Igazából az izraeli gyerek ellen. Ott éreztem, hogy ott voltam a legfelszabadultabb. És ott tudtam nagyon jó technikákat csinálni. Ugye úgy mentél a világbajnokságra, azt nyilatkoztad előtte nekem, hogy szeretnél tapasztalatot szerezni. Igen. És jó meccseket vívni. Hát ez sikerült talán. Igen. De mégis mi a legjobb tapasztalat? Tényleg ez, hogy éremért mehettem már az első világbajnokságra, ez számomra egy óriási élmény is. Hát igazából az, hogy megismertünk más nemzeteket is, akik nem csak Európával, nem csak az európaiakat ismerjük most már, hanem az ázsiaiakat, igazából teljesen máshogy karatéznak. Sokkal több érzelmet visznek bele karatére. Ez nagyon meglepett minket is. Mi lehet a következő lépcsőfok? Jövőre ugye Budapesten lesz Európa-bajnokság. Mennyire gondolsz már erre? Hát már elkezdődött a kvalifikáció hozzá. A saját súlycsoportomban harmadik helyen állok most a kvalifikációban. És a egyel felettem lévő súlycsoportban még senkinek nincs pont, és még van két kvalifikációs verseny. Szóval lehet, hogy megpróbáljuk a egyel felettem lévő súlycsoportokban a -68-at. Köszönöm szépen, akkor szurkolunk neked mindenképpen, hajrá!